Szerinted mi kell ahhoz, hogy a Fradit meg tudja őrizni a három gólos előnyt? Hát mindenképpen úgy kell hozzáállni a mérkőzéshez, mintha 0-0 lenne, és akkor szerintem nem lehet gond. Lehet úgy hozzáállni? Nagyon nehéz, mert biztos, hogy mindenkiben benne van azért a 3-0, de megpróbáljuk szerintem, igen. Erőltetett összefüggést keresni két dolog között, hogy te távozol Kispestről, és hogy most csere vagy? Hát itt végül is azt nem kell mellé beszélni, nem kell nagy összefüggés, de van összefüggés. Nagyon nehéz ebben a helyzetben most itt nyilatkozni, ugyanis nagyon szerettem volna játszani. Tegnap még úgy volt, hogy igen, közben jöttek a hírek, mentek a hírek, most ez van. Csak a félreértések elkerülése végett a helyszín, a Bozsik stadion. Természetesen zöld-fehérben a Ferencváros, piros-feketében a Kispest Honvéd, és kezdődik a kupadöntő visszavágója. Lipcsei most. Lipcsei későn vált, Lipcsei el is meg bizony. Albert, középen Vukovics uresen. Nincs lesz Vukovics lövés, Brockhauser védőorvási. Illés. Még mindig ő. A gólkirály két csel csinál, és Seiler vetődik oda nagyon szépen, nem történt semmi. Hiába csodálkozik Illés. Albert, és fordul a kocka. Christiansen üresen. Üresen Lipcsei. Jó labda Christiansennek, nincs lesz. Christiansen lő, és mellé. Bal oldalról is Albert Florian lesz a sarokrúgás elvégzője. Rutkára és Szekeresen nagyon figyelnek a kispestiek. Christiansenre nem annyira, és gól. Fogták Rutkát, fogták Szekerest, a két jól fejelő játékos. Christiansen azonban ügyesen kibújt, és megszerezte a Ferencváros első gólját a visszavágón. Ezzel azt hiszem eldőlt a mérkőzés, és így gondolják a Ferencváros a szurkolók is. A gól előtti jelenetnél mondtam, hogy szorosan fogták Rutkát, annyira szorosan, hogy felszakadt a ferencvárosi hátvéd szemöldöke. Közben Sallói lő fölé. Hát most ki kell húzni a szünetet, fújni egyet, sajnos a Rutka megsérült, ez gondot jelentett a második félidőbe, de nagyon kellett ez a gól, és a csapatban benne volt, két nagy helyzetünk volt. Hát nagy, lélektanilag Isten ilyen jókor jött, de hát várjunk még. Vukovics indulhat. Christiansen megszélre. Nagyon jó beadás, Vukovics Ferdi. Egy pillanat, János. Mi történt a fejeddel, János? Most nem a szöglet volt, aztán a Mátyus Jani már előtte is egyszer-két a szabálytalanul belém rugott, meg belém fejelt egyszer, teljesen nem éreztem a bokámat, úgy belém rugott. Gondolod, hogy szándékosan? Hát persze, hogy szándékosan, mert már amikor először felmentem, akkor is állandóan megfogtam a mezemet, cibált, nehogy be tudjak menni, és most itt az utolsó szögletnél pedig teljes erőből ököllel fejbe vágott. Nem akartam megütni ököllel, azt akartam, hogy ne fejeljen. Így sikerült, nem haragudjon már. Pison. Bánfi középen. Jó labda Vincének. És gól! A második félidő második percében Vince lövése utat talált a ferencvárosi kapuba. 1-1 az állás. Forrai kap labdát, Forrai kilép. Jó a beadás! És Vince második nagyon nagy lehetősége. Christiansen, ügyesen. Most már azonban a kispestérké, legalábbis az övéké volt. Hamar, nagyon csúnyán. Mind a két játékos piros lapot kap. Hamar beletalkalt Szekeresbe. Szekeres viszont ellökte a kispesti játékost. Kettős kiállítás. Lipcsei szerez labdát. Még mindig ő, létszámfolyamban a ferencvárosi csatárok. Lipcsei még. Lő mellé. Forrai. Viszont előtte Sallói. Mindenkit fognak a ferencvárosi hátvédek. Vince próbál meg elszakadni Telektől. Ügyes váltás. Jó a labda Sallóinak. És Seiler egészen bravúros mozdulattal betődik oda az utolsó pillanatba. Közben rohamrendőrök érkeznek. Ki tudja miért. Sokszor elhangzott már mindenfelé, hogy ezzel a teljesen felesleges demonstrációval talán rontanak
ez amíg is feszült hangulaton. Ferencvárosi helyzet, lövés és Brockhauser alatt elcsúszik, aztán másodszorra megfogja. Elnézést, mi a parancsuk? Sajnos én nem nyilatkozhatom. Egyáltalán? Egyáltalán. Miért nem? Mert a felettesemet kell megkérdezni. És ki a felettese? A főadnagyor, aki elment arra bal oldalra. 34. perc a második játék részben. A játék azonban már háttérbe szokt. Stefano. Sallói. Jócsel. Füresen és Szejlervé. Stefano visszakapta Sallóitól. Teljesen egyed. Sallói. Vince, nagyon ügyes Csel. Vince lő és mellé. Szejler védett nagyon nagyot újra. Lókai lőhet. Indulhat a Ferencváros utánadás 3-2 ellen. Elverte nagyon jó labdát, Kovics egyedül vezetheti. Vukovic még elrúgja Brockhauser mellett, nagyon szép gólt. Tibi, szeretettel gratulálok a kupa győzelemhez. És most már mosolyogsz is. Most már van mire. Most már mosolyogok, mert van mire. Hát, óriási a közönség, jó, jó meccs volt, és legfontosabb, hogy meggyertük a kupát. Ez meg könyvgáz. Nagyon jó sikerült. Tibi, ezek nem az örömkönnyei, ez sajnos egy könyvgáz volt. Az ember sírás hajlamos, de most a könyvgáztól sírunk, ilyen hadi állapotok uralkodnak. Egyébként meghatottál? Hát a könyvgáztól igen. És a közönségtől? Hát a közönségtől 4 éve meghatódok, úgyhogy erről nincs mit beszélni. Hát én nagyszerű a közönség, ez gólokat jelent nekünk. Csak hát itt nehogy elővegyék a dobtárasokat. És Hartmann lefújja a mérkőzést. A második találkozón is győzött a Ferencváros, ezúttal 2-1-re, összesítésben 5-1, és ez Nyilasi Tibornak az igazán szép búcsú.